És akkor hip-hop, ez itt már Albánia, szintén egy olcsó vízer ajánlatnak köszönhetően. Két napja vagyok itt, ahogy szoktam, most nem készültem föl az ország történetéből. Néhány morzsát azért már sikerült megtudnom. Például azt, hogy a török hódoltságig ez egy keresztény ország volt, aztán azóta meg muszlim, de volt egy Enver Hoxha nevű miniszterelnökük, vagy vezetője az országnak, erre még emlékszem gyerekkoromból, aki 1967-ben betiltotta a vallást, és akkor ez így is maradt a következő 40 évben, azt hiszem, amíg ő volt itt uralmon, aztán hát visszatértek erre a török hagyományra. Persze hát valakinek épp azt hittem, hogy Muslim Light, tehát a törökökhöz hasonlóan egy ilyen meglehetősen liberálisan kezelik a vallást, lehet alkoholt kapni az üzletekben, vannak bárok, mindenhol lehet sörözni, illetve hát rengeteg a keresztény templom is, ortodox templomok is vannak, tehát egyelőre ennyi, illetve azt olvastam még, hogy itt mögöttem ez a sugárút, ez a Champs-Élysées példájára készült. Hát az egész hely egy kicsit ilyen lepukkant szerintem, illetve hát ahogy itt majd egy picit forgok, ahogy látod, ciklis is mögöttem, inkább modern, mint sem klasszikusnak mondható az építészet. Olcsónak, viszonylag olcsó, szerintem hát körülbelül olyanok az árak, mint Magyarországon. A szállás az nagyon olcsó, ahol lakom, azért keveset fizetek. Február közepe van, tegnap még állati hideg volt, mára már, hála Istennek, egy picit jobb idő van, ilyen 12-13 fok itt a napon, egészen jól érzem magam. The holy waters of the Black Sea, a gulf that separated you and me, the shadows as they weep, the dark. Azokat annyiban módosítanám, hogy nem 67-től 40 évig nem volt vallás itt, hanem Enver Hoxha volt uralmon 40 évig, és aztán azt hiszem 98-ban volt változás. Most éppen itt ebben a bankart, bunker rendszert látogatom meg, mert az Enver Hoxhának egy ilyen másik mániája volt a bunkerépítés. Az ország szerte azt hiszem közel 800 ezer bunkert építettek, és ez itt azt hiszem az övé volt, tehát egy ilyen központi headquarter. Paid in silver and your last
nagy bunká, amit az előbb megtudtam, ez 72-től 78-ig épült, tehát 6 éven keresztül, ami elképesztően nagy háromszintes objektum, illetve azt mesélte még a Pali, akivel beszélgettem, hogy ez az egyetlen Albániában, amelyiknek van szellőzése, tehát a többi az gyakorlatilag csak egy ilyen betonlyuk volt, ahol aztán szépen mindenki ott maradt volna, aki oda bemenekült, és akkor hát ez itt a legnagyobb terem, ez egy ilyen színházterem szerűség, és akkor gondolom itt tervezték a párt összejöveteleket tartani, amíg kint dúl az atomháború. Ismét helyesbítenem kell, úgy látszik szeretek nagyokat mondani, mert nem 800 ezer bunker épült országszerte, hanem csak 171 ezer a tervezett 221 ezer helyett. Egyébként az volt kérdő, hogy 72-től 83-ig tartott ez a program, és még így is végül minden 11. emberre jutott egy bunker. Belefutok néha, ez itt éppen egy tüntetés az aktuális miniszterelnök Ráma ellen. Az ellenzéki pártok szervezték, és hát a plakátok szerint megint, akikkel beszélgettem, azt mondják, hogy szabad választásokat követelnek. Ezek szerint, mit tudom én, Budázba volt idáig. Na, hát ennyit sikerült megtudnom. Mindenképpen szép tömeg gyűlt össze, tekintve, hogy az ország lakossága ugye azt hiszem 3 millió. Szép. Az összeállításból kiderült, Tirana nélkülöz minden klasszikus albán történelemhez kapcsolódó elemet, talán a főtéren álló Skanderbeg szobor az egyetlen kivétel. Hát aztán az, hogy ez az embereknek köszönhető-e, vagy annak, hogy annak idején a komcsik alapos munkát végeztek, azt nem tudom. Minden esetre a mögöttem látható épület az beszédes. A helyiek csak a piramisként emlegetik, és a 80-as évek végén Enver Hoxha halála után épült. Azt olvastam, hogy abban az időben az Albániában épült legdrágább épület volt, és ez lett volna, vagy volt is talán egy darabig az Enver Hoxha múzeum. Hát amit látszik, mostanra egy nagy rom lett belőle. Végül, de nem utolsó sorban, ne feledkezzünk meg Albánia leghíresebb szülöttéről sem, Teréz anya.